Sziasztok! Az első ilyesféle bemutató videóm alkalmával üdvözöllek benneteket. Új terület számomra, nem érzem még, hogy nekem kellene ilyen dolgokat csinálnom, de kaptam felkérést, hogy mi lenne, hogyha a munkám bizonyos lépését szemléltetném. Úgyhogy elhatároztam magam is. Tessék, lássék! Egy videó feldolgozása következik, ami a Holdról készült. Maga a videó az ez volna. 2004 elején készült ez a videó. Első negyed után vagyunk a Hold fázisok tekintetében. Gyönyörű szépen látszik a Hold felszíne, részletek, síkságok, kráterek. Tehát alapvetően jó volt az észlelési viszony is, gyönyörű nyugodt légkör volt. Ez lenne a célvideónk. Registex-szel fogom szemléltetni, hogy hogy szoktam feldolgozni a videóimat. Talán a bolygók feldolgozása egy annyival bonyolultabb, hogy ott a PIPP nevű szoftvert szoktam használni. Ennél nem nagyon van rá szükség. Feldolgozás elején ugye kijelöljük a videót, amit szeretnénk feldolgozni. Mielőtt erre teljesen kitérnék, meg szeretném említeni, hogy én Canon fényképezővel dolgozom, és sajnos olyan formátumban dolgozza fel, tehát rögzíti a videóikat, olyan formátum sajnos, amiben a Registex nem hajlandó dolgozni. Ezért a Virtual Dub nevű szoftvert szoktam használni. Ez egy teljesen ingyenes szoftver, ingyen letölthető az internetről, és ezzel szoktam átkonvertálni a videóimat használható formátummá, ami most már jelenleg fut a háttérben. Mihelyt ez elkészül, elvileg a Registex képes lesz dolgozni vele. Mindjárt kiderül. Tehát megnyitjuk a feldolgozni kívánt videót. Így van. Na most itt látható, hogy 618 file frame-ből áll a file. Erre a kis részre felhívnám a figyelmet, talán az egyik legfontosabb. Itt én általában a best frames, zárójelben egy százalékjelet látunk mellette. Ezt az opciót szoktam használni, mivel ebben az esetben a videó frémjeiből megadhatjuk, hogy hány százalékot tartsunk meg, és abból is csak a legjobbakat. Jelen esetben 50% van beállítva, nem nagyon kívánom ezt igazándiból bolygatni. Ugyan, mivel hogy szép látási viszonyok voltak, talán érdemes lenne 60-ra, hát vigyük fel 60-ra. De ez útközben igazándiból mindenki rá fog jönni, hogy bizonyos helyzetekhez melyik illik a legjobban. Korábban csak mindig a set aligning points füllel kezdtem, mint első lépés. Lefagyott, nem működött, nem bírt a fájllal, nagyon sokféle problémába ütköztem. Alapvetően én most már csak azt szoktam csinálni, hogy megadok egy pontot, és megpróbálom így feldolgozni. Nem szokott belőle probléma lenni, tökéletes végeredmény szokott születni. Következő lépés az Align. Ezzel a menüponttal azt fogjuk elérni, hogy megpróbálja az összes frame-et átfedésbe állítani. Mivel rétegezünk, ezért minden frame-nek tökéletesen illeni kell a többire.
Ez egy pár perces folyamat, videó méretétől függ, attól függ, hogy hány frame-et dolgozunk fel, ez pár perctől 10-15 percig is eltarthat. Nekem néha csinál olyat, ha nagyobb fájlal dolgozom, hogy egyszerűen csak itt alul ez a százalékos skála, ahogy növekszik, ez egyszer csak megáll. Ez nem azt jelenti, hogy lefagyott, ugyanúgy megy tovább dolgozik a háttérben, csak valamiért megszűnik mutatni az éppen aktuális állapotot. De mivel hogy ez egy kis file, kisméretű file, ezért itt ezzel nem is nagyon lesz probléma. Ha ezzel megvagyunk, akkor jön majd a limit fül. Ezzel fogjuk megfelezni, mivel hogy pontosabban kevesebb, mint megfelezni a frame-ek arányát. 60%-ot adtunk meg. Elnézést, egy picit többet tartunk meg, mint a felét, tehát 300 valahány frame-et fogunk megtartani, közel 400-hoz. Ha egyszer elkészült az... ez az opció, igen, megtörtént az aligning. 371 frame egészen pontosan, amit megtartunk a 618-ban. Ekkor jön a limit opció. Itt általában ugye mutatja a pontot, ahová én helyeztem egy darab aligning pointot, és az elmozdulást, hát ez teljesen reprezentálja igazándiból azt, hogy balról jobbra úszik ki a videó, ezért érdemes követett mechanikával dolgozni, de elvileg ezzel sem kellene, hogy problémája legyen. Ha már közelebbi részt szeretnénk feldolgozni, akkor már ugye problémás lenne, de mivel hogy az egész hold bőven belefér a látómezünkbe, így ez abszolút nem lenne majd semmilyen problémát. Következő lépés a stacking, tehát egymásra rétegezés. Tehát ezt a 371 frame-et most egymásra helyezi, és megpróbáljuk elérni azt, hogy a 371 frame miatt több sokkal jobb részletesebb képet tudjunk a végeredményben feldolgozni. Egy picit ugrottunk az időben, pontosan a folyamat végére. Miután ez megvan, már biztos láttátok, néha ide szoktam klikkelni, a Show Full Image, csak hogy lássuk az egész képet igazából. Ha ez megvan, akkor én egyből egy Save Image-re szoktam klikkelni. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk ezután folytatjuk a képfeldolgozást, de valamiért nem igazán vagyunk megelégedve a végeredménnyel, túlságosan belebonyolódtunk, és igazából tényleg nem akarjuk megtartani a végeredményt, akkor ehhez a fájlhoz mindig visszatérhetünk, vagy legalábbis ehhez a ponthoz, és mindig újra kezdhetjük innen az egész feldolgozást. Ha ez megvan, akkor jön talán az egyik leglátványosabb része a feldolgozásnak. Talán ha holdnál annyira nem látványos, de bolygóknál ez az a pont, amikor a valódi részletek elkezdenek előjönni. Tehát a wavelet-fűre kattintunk. Itt igazándiból mindenféle apróságot tudunk állítani. Amivel én szoktam kezdeni, azok ezek a kis csúszkák. A holdnak van egy olyan tulajdonsága, hogy ennél nem tudunk annyira erősen, tehát nem tudjuk ezeket a csúszkákat olyan nagyon hatásosan használni, mert egy idő után túlságosan kontrasztos eredményt érünk el, torzul, igazándiból mindenféle problémája lesz a fotónknak. Ha látjátok, akkor mindig csak egy kis négyzetben dolgozik. Ha mondjuk ide a tetejére kattintok, akkor ugye ezt a kis négyzetet fogja itt nekünk mutatni, mint végeredmény. Ha mondjuk egy picit lejjebb, akkor ugye egyből áthelyezi ezt a részt. Na most ez itt a probléma, hogyha túlságosan erőltetjük a csúszkák használatát, akkor elkezdenek a kráterek ilyen nagyon fehéres széleket mutatni, ami hát őszintén szólva nekem sosem tetszett.
Úgyhogy ezért én nagyon-nagyon konzervatívan bánok a hold esetében a csúszkákkal. A gammát szoktam továbbá, mint beállítási módot változtatni. Ezzel tudunk egy kicsit sötétíteni, ha esetleg túl sötét, akkor világosítani. Ugye elég sokféle megoldást tudunk elérni. Ugye itt számít az, hogy mennyire lesz kontrasztos, mennyire... Tehát látható, hogy nagyon sötét és nagyon világos felszínek vannak a Holdon. Nehéz megtalálni azt a pontot, amikor nem válnak a világos részek túl világossá, vagy pedig a sötét részek túl sötété. Ez igazándiból, ez tényleg mindenkinek a saját ízlése alapján történik. Én általában próbálom hozzáigazítani azoknak a csillagászoknak a munkáihoz az enyémet, akik igazán gyönyörű fotókat készítenek. Na most csak ilyenkor azért szét tudunk nézni, hogy mégis hogy áll folyamatában a feldolgozás. Igen. Be tudjuk állítani a igazándiból a vörös, a zöld és a kék színek keverékét. Ennek igazándiból a hold esetében nagyon nincs szerepe. Talán a balansz, tehát az egyensúly tudunk annyival játszani, hogy ugye tudunk egy picit világosítani rajta, vagy sötétíteni. De én ezeket sem szoktam használni. Talán az autó balanszra szoktam rányomni, és akkor egy ilyen, tehát általában egy élethű hatást érek el vele. Valamiért nekem túl világosak a fehér részek, úgyhogy megpróbálom egy kicsit ezt lejjebb húzni. Igazándiból tényleg ezeknek a paramétereknek, főleg a csúszkák húzogatásánból tudunk elérni különféle eredményt. Ez tényleg nagyon sok idő, nagyon sok játszadozás végeredménye. Ez egy időigényes folyamat, sajnos ezzel el kell tölteni az időt. Ha ez megvan, akkor rányomunk a Do All gombra, amivel azt érjük el, hogy az egész fotóra kiterjeszti a beállításainkat. Talán egy picivel talán szebb lett a végeredmény. De elengedhetetlen, hogy ezután Photoshopban vagy bármilyen képszerkesztő programban elvégezzük az utómunkákat, élesíteni tudunk rajta. Tényleg nagyon sokféle paramétert tudunk még változtatni, hogy gyönyörű szép holdképet érjünk el. De alapvetően ez volna a lényege a Registex-ben való feldolgozásnak. Bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Vannak bonyolultabb videók a YouTube-on, angol nyelvűek, ahol belemennek különböző részletekbe, hogy milyen gomb pontosan milyen célt szolgál. Elképzelhető, hogy lehet még finomítani a dolgokon, sőt biztos. Ez egyelőre az én útvonalam. Ha még esetleg úgy van, akkor én szerintem most még gyorsan megmutatom nektek ugyanezt mondjuk egy Jupiter feldolgozásánál, egy rövid szünet után. Tehát gyorsan megkerestem egy másik fájlban korábbi munkámat. Például a Jupiter esetében vegyük alapul a Pippel elkészített, tehát első lépésben feldolgozott
videót, amin a Jupiter látható. Ha ezt megnyitom, akkor maga a videó ilyen minőségű volt. Tehát nem igazán a legjobb. Kicsi lejátszási problémái vannak, de alapvetően látszik, hogy nagyjából látszanak részletek, látszik a vörös folt, látszanak a fű csíkok a Jupiter felszínén, de alapvetően annyira nem gyönyörű. Ha ezt becsukom, a pippel ezt értem el, pontosabban a Registex-el ezt értem el, hát ez sem lett túlságosan sokkal szebb, mint maga a videó, tehát látszik, hogy egy szürke homály fedi igazániból az egészet, és csak hogy ebből milyen szintű részleteket lehet előcsalogatni mondjuk a Registex wavelet funkciójával, azt szeretném most bemutatni. Tehát gyorsan kiválasztom a fájlt. Így. Nagyon fontos, hogy ne videó formátumot keressünk, hanem ez pont épp TIFF formátumban van elmentve, ha minden igaz. Tehát ez volna maga a fotó teljes méretben, és kicsit nagyítva. Maradunk teljes méretnél, mert talán így láthatóbb lesz. Szemmel láthatóbb lesz a különbség. Tehát én első körben azt mondom, hogy ugye a vörös, a zöld és a kék keverék beállításnál, tehát az RGB Balance nevű fülnél tudunk olyat választani, hogy Auto Balance. Ezzel már látszani fog, hogy ez a sárgás, csúnya, sárgás árnyalat ez eltűnik. Ez elképzelhető, hogy ez azért látszik az enyémen, mert Londonból végzem a rögzítéseket, tehát innen szoktam csinálni a megfigyeléseket. Na most szépen látszik, hogy azért már egy picit tisztul, de hát az még sehol nincsen a végeredményhez. Ajánlotta egy kollega, egy amatőr kollega, hogy ő azt szokta csinálni, hogy ezeket a csúszkákat teljesen elhúzza majdnem maximumig. Na már most látszik, hogy ezek a nagyon halvány kis csíkozások a felszínen szépen kezdenek előbújni. Akkor először csináltam, talán azt hiszem ez volt az a pont, amikor igazán elkezdett a szám a fülem felé kanyarodni. Mert azért itt már azért szépen látszik, hogy azért van mit előcsalogatni. Na most ez túlságosan nyers. A denoise funkciót én szoktam használni, itt látjátok, ez a lefelnyillal, ezzel lehet állítani. Én ezt általában ehhez egy kettes értéket szoktam megadni, amivel igazándiból a zajt próbálják meg eltüntetni a képből. Ez azt jelenti, hogy az élesség egy picit ismételten kopni fog, tehát nem marad ennyire éles, de semmi probléma, mert még mindig arra is van megoldás, hogy az élesség megmaradjon, de a végeredmény szempontjából fontos lépés. Na most, ha látjátok, azért már egy fokkal szebb a képünk. A három színnek a keverékét ebben az esetben mindenféleképpen használni kell. Kompenzációt látjátok, hogy a bal oldala teljesen pirosos árnyalatú, a jobb oldala pedig egy ilyen érdekes kék árnyalatot vesz. Na most ezekkel a lefel, balra, jobbra, ugyanez lefel, le, balra, jobbra. Tehát külön a vörös, a red channel, és külön a blue, azaz a kék csatornát lehet állítani. Én ilyenkor szépen szemre, tehát ránézésre elkezdem. Tehát mivel, hogy erre, tehát úgy kell elképzelni, hogy a piros rész el van kicsit balra csúszva, elkezdjük jobbra vándoroltatni. És ugyanez pedig a kékkel, mi vagy a kék ezen az oldalon volt, elkezdjük balra vándoroltatni, és
talán ezzel azt érjük el, hogy egy picit élethűbb lesz a fotónk. Továbbá a gamma, ugyanúgy, mint a holdnál. Tehát ezzel kicsit kontúrosítani lehet, és megint csak sötétíteni, világosítani. Nem jó egyik irányba se elmenni, hogyha túlságosan a Ferdin nézzük, akkor a bal oldala felé húzzuk el, akkor látszik, hogy maga a nap, vagy a, bocsánat, a Jupiternek a korongja teljesen kezd összezsugorodni. Ha másik oldalra tolom el, akkor pedig túlságosan sokat ad hozzá. Tehát valahol a közép tájékon, hát igazándiból ez is szemre, tapasztalat, mások munkája, tehát én ezeket szoktam alapul venni. És az alapján állítom. Na még egy dolog, amit szeretnék mutatni, wavelet filter nevű gomb, és ezen lehet ezzel a beállítás, ezzel a Gaussian-nel játszogatni. Ha ezt egy picit feljebb viszem, akkor látszik, hogy kicsit durvábbá veszi a... Tehát jobban kijönnek a felszíni részletek. Persze, hogyha ezt is túl lehet nyomni, ám. Tehát ezen már látszik, hogy túlságosan erőltetetve van. Ha egy picit visszaveszünk belőle, én úgy érzem, hogy talán ez valahol talán lehet reálisabb. És akkor ez alapján még egy picit játszogatunk a gamma panelen. Így. Tudunk egy kicsit kontrasztosítani. Ez most talán egy kicsit, nekem egy kicsit túl erősnek tűnik, de igazándiból csak a szemléltetés a célja ennek a videónak, ugye? És hogyha nagyjából úgy érezzük, hogy elértünk a végeredményhez, akkor ismételten a Do All funkcióra rányomunk. Tehát látszik azért, hogy mi volt az eredeti, és mi a végeredmény. Tehát hihetetlen mennyiségű adatot elő lehet csalni egy ilyen videóból. Mindenképpen érdemes az embernek eltölteni az idejét a csúszkákkal, a denoise funkcióval, lehet egy kicsit szebbé varázsolni. Természetesen, hogyha a holdat szeretnénk egy kicsit kiemelni, akkor visszatérhetünk az eredeti elmentett állapotba, tehát a stacking utáni állapotba, és akkor elkezdhetünk egy újabb feldolgozási módszert. Csak a hold kiemelése véget, és akkor a kettőből csinálunk egy kompozit fotót, és akkor gyönyörűen látszanak a holdak is, és ebben az esetben egy, de amennyi éppen, és ugyanúgy látszik a Jupiternek a felszíni részletei. Remélem hasznos volt a videó, ha bármilyen kommentetek van, kérdésetek, egészen nyugodtan írjátok meg, szívesen válaszolok. Még egyszer mondom, hogy nem ez az egyetlen megoldás a feldolgozásra. Ez egyfajta módja, tényleg rengetegféle módja van. Ki milyen új beállítási módot fedez fel, éppen melyik rögzítési módhoz, melyik feldolgozási mód társulhat, ez tényleg igazániból a beletett idő, tehát a ráfordított idő alapján mennyi variációt próbálsz végig. Igazándiben én úgy látom, hogy ettől függ. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és remélem hasznotokra vált.